akkor ezt a kastélyt úgy nevezték, hogy a Maros égköve, vagy a Maros gyöngyszeme. Gernyeszegen vagyunk, a Teleki kastély parkjába, pont a Maros partján vagyunk, tehát a park végébe folyik a Maros. Nem beszélve arról, hogy egy hatalmas park veszi körül a kastélyt. Ugyanakkor a stílus, amelyben épült ez a kastély, az is különleges, egyedi, mondhatnánk. Azt szokták mondani a művészet történészek, hogy egy olyan barokk kastélyról beszélünk, amely nem egy tipikus, egyszerű barokk kastély, hanem egy Grassalkovics stílusú barokk kastély, amelyet Magyarországon ismernek, hiszen Budapest környéki kastélyok közül nagyon sok ilyen Grassalkovics vagy gödöllői barokk stílusba készült. Itt Erdélyben nem igazán van példa erre, tehát a gernyeszegi kastély a legszebb példája ennek a Grassalkovics stílusú kastélynak, amelynek hát érdekesek a jellemzői, tehát itt egy U alakú kastélyról beszélünk, de egy olyan, egy U, ami befele fordul, tehát nem a látogató fele nyílik, hanem egy fordított U alakról beszélünk. És hát ott van ez a jellegzetes kupola, ami megint egy nagyon furcsa jelenség itt az erdélyi tájba, de hogyha a gödöllői kastélyra gondolunk például, akkor teljesen érthető. Van itt egy várkastély létezett, tehát volt egy várkastély ezelőtt, 1772-ig, és emiatt van egy sánc megmaradva, tehát a régi várnak a sánca, az még most is létezik. És lehet látni, hogy nyilván a kastély picit magaslaton van, illetve kisebb a kastély, mint ez a terület, ahol ő áll. És itt látszanak a fák mögött a különböző kiugrások, a régi bástyáknak a helyei. Több fénykora is volt, így lehetne ezt megfogalmazni. Azt mindenképpen el kell mondani, hogy itt a középkorban egy várkastély létezett, amelynek az első említése 1477-ből származik. Aztán az 1600-as években, 1670-es években kerül a telekiek tulajdonába. Híres fejedelemkori politikus Teleki Mihály az, aki megszerzi a gernyeszegi birtokot, ezzel a várkastéllyal különben, és ez a várkastély létezik is egészen a 18. század második feléig. Na most az államosítás után, hát a szokásos történet, hát attól függ, hogy melyik kastély esetében, mondjuk itt szerencsés Gernyeszeg olyan értelemben, hogy itt azért mégis működik egy intézmény, tehát nem egy valamilyen mezőgazdasági intézmény, tehát nem traktorállomásnak használják, hanem egy TBC preventórium működik itt az épületben több évtizeden keresztül, amelyet én úgy gondolok, hogy egy szerencsés dolognak is lehetne akár nevezni, hiszen mégiscsak a kastélyt azért valamilyen szinten fenntartják, újítgatják, ápolgatják, még hogyha azért a szobrok sérülnek, még hogyha egy-két dolog azért el is tűnt, de azért mégiscsak nem vált romossá az épület. A tulajdonosok úgy döntöttek, hogy egy szoba azért kell emlékeztessen erre a periódusra is. Tehát ez a periódus is a kastély történetének a része. Akár tetszik, akár nem. És akkor ez a szoba emlékeztet erre az államosítás utáni periódusra, tehát a TBC preventórium korszakára. Van itt két kis szoba még, tehát amelyet próbáltak eredeti bútorokkal berendezni, tehát ami egy kicsit emlékeztessen a régi világra, az 1945 előtti korszakra, ugye a kis szalon, ahol ugye a kandalló az in situ, tehát eredeti helyén található, és itt többek között itt van néhány olyan bútordarab, amelyeket bizonyíthatóan a kastélyban voltak 1945 előtt. És hát még van egy terem, amit megmutatnék. Igen. Amelyet ugyanúgy próbáltak tulajdonosok úgy berendezni, hogy egy kicsit az 1945 előtti állapotokat tükrözze. Itt is ugye a csempekályhát láthatjuk, ami eredeti, és hát természetesen itt is van néhány olyan bútordarab, amelyről biztosan tudjuk, hogy itt a kastélyban volt. Tehát a kastély nagyon szerencsés helyzetben van, mondhatjuk, hiszen ugye az úgynevezett fejlesztési tervből, a híres Pénéréréből
fog részesülni olyan összegekből, vagy olyan összegekkel, amelynek köszönhetően megújul a teljes kastély, tetőtől talpig kívül és belül.